Harmadik rész A hőn szeretett vörös Első fejezet Lárten egyetlen vámpírral sem találkozott össze a hegyhez vezető úton, aminek még örült is. A pusztában eltöltött magányos hónapok alatt sokat fejlődtek a képességei és az érzékei. Hosszú ideje nem élt már igazi vámpírként, így most kifejezetten üdítőnek találta a szigorú elszigeteltséget. Gyakran keringtek gondolatai Alicia és Gevner körül. Nem hagyták nyugodni a lelki ismeretét gyötrő fájó emlékek. Szíba azonban mindig azt mondogatta, hogy a múlton már nem lehet változtatni, és csak a bolond bánkódik miatta. Ezért igyekezett nem túl sokat tépelődni hajdani hibáit és veszteségein. Mégis nagyon nehéz volt legalább a kétségeit sikerült végre maga mögött hagynia. Amint teljesen hátat fordított a nappali világnak, csupán éjszaka kelt fel, amikor a nap már lenyugodott, és megint vámpír módjára vadászott, egyszerre ráébredt, hogy teljes szívéből szereti ezt az életet. Már alig várta, hogy megpillanthassa a vámpirok hegyének csúcsát, és újra a denevérlevest kortyolgathasson. Hallani szerette volna a legfrissebb híreket, és be akarta fejezni a kiképzését, hogy elfoglalhassa helyét a tábornokok között. Minden bizonytalansága szerte foszlott, méghozzá reményei szerint örökre. Végleg levetkőzte emberi kívánságait, és most már képes volt szembenézni a jövőjével, elkötelezett éjszakai teremtményként. Természetesen az is igencsak lehetségesnek tűnt, hogy a rendkívül rövid jövő áll előtte amikor a hercegek hírét veszik a hajón elkövetett szörnyű büntettének, akár halára is ítélhetik. Lárten ebben az esetben is készen állt vita nélkül elfogadni a döntésüket, ahogyan bármely igaz szívű vámpír tenni, és meg akart tenni minden tőle telhetőt, hogy becsülettel hagyja el a világot. Hirtelen elakadt a lélegzete, amikor a dermesztő éjszakán megpillantotta végre a hófötte hegyet egyenesen előtte magasodott, világító toronyként mutatva az utat egészen hazáig. Hosszú ideje nem ivott már friss vért, és csak óvatosan kortyogatott az üvegekben tárolt tartalékaiból is, így hát nem volt éppen jó erőben. Ennek ellenére megszaporázta a lépteit, és futva tette meg a maradék útszakaszt. Általában két éjszakát vesz igénybe az utazás de Lárten elhatározta, hogy még pérkadat előtt eléri a hegyet, és így is történt. Néhány órára lepihent, amikor elérte a menedéket, amelyet a hegy belsejébe vezető egyik alagút mélyén alakítottak ki. Az alvástól felfrissültén, gyors mozdulatokkal mászott, a falba vésett jeleket követve, és lelkesen mosolygott a fél homály rejtekében. Komor arcát most először derítette fel mosoly, amióta Páristól búcsút vett. Abban reménykedett, hogy veszter lesz szolgálatban a kapunál. Döbbenetes lett volna a viszontlátás. Ám a zöld öltözékben feszítő férfit nem ismerte fel. Az őr meglepetten fogadta a narancssárga hajú vámpírt, de miután megkérdezte Lárten nevét és ellenőrizte a forradásokat az ujjain, minden további kérdezősködés nélkül beengedte. Lárten egyenesen az Oszka-Velm terem felé vette az irányt. A helyiség majdnem teljesen elhagyatott volt, a termek többségéhez hasonlóan. Ahogyan az már lenni szokott a tanácskozások közötti hosszú években. Később minden bizonyal felélénkül a hangulat, amikor a kiképzésben résztvevő ifjú vámpirok felkelnek, hogy előkészüljenek egy újabb, fárasztó, megpróbáltatásokkal teli napra. Ám most, mintha inkább csak a szellemek tanyáztak volna itt. Lárten kiszolgálta magát egy kevés szikkat kenyérrel és pár szelet hideg szeletelt hússal. Lassan nevett, és az ételt az egyik hegyi patakból származó friss vízzel öblítette le. Egyszer elfogta a nyugtalanság, amikor eljött az ideje, hogy a régi társai szemébe nézzen. Nem igazán tudta, miféle fogadtatásra számítson. Mi lesz, ha szíba látni sem akarja többé, ha kipenderíti egykori segédjét, akár egy veszett kutyát. A gondolatra Lárten kis hiány megfutamodott. Komolyan fontolóra vette, hogy visszatér oda, ahonnan jött, és elpusztul végre a hóban. Ekkor azonban ráébredt, hogy valaki áll a háta mögött. Hátra nézett, és egy ősöreg ráncos őszhajú vámpirt pillantott meg, aki tetőtől talpig vöröset viselt. – Már vártalak! – szólalt meg Szíba csendesen. Honnan tudta, hogy visszatérek? Csodálkozott Lárten. Kutatott utánam a vérkő segítségével? Nem volt rá szükségem, felelte Szíba elcsukló hangon. Miként is kételkedhettem volna abban, hogy közelben jársz, amikor éreztelek? Kezét a melkasára szorította. Édeben, azzal szélesre tárta a karját, és a lárten gondolkodás nélkül a keblére vetette magát, szoros ölelésbe zárva öreg mesterét. Igyekezett visszafolytani a könnyeit, és a visszautasítástól való félelme hirtelen szerte foszlott. Akár a képzelet egy bolondos fellege, hiszen nem is volt több soha annál. A két vámpír hosszú órákon át üldögélt egymás mellett, fejüket összedugva, Megvitattak mindent, amin csak lárten keresztül ment, amióta mesterétől búcsút vett. Lárten történetének bizonyos részei elszomorították Szíbát, de egyáltalán nem lepődött meg. A vámpírok szállásmestere sok mindent látott és hallott hosszú életének 600 éve során. Lárten kalandjai nem sokban különböztek egy tucatnyi másik vámpírétól, akik kis időre eltévedtek az úton. Szíba azonban őszintén megdöbbent, amikor Lárten beszámolt neki Perta Vingrál jégből faragott koporsókkal teli szentélyéről. Szíba többször is megkérte, hogy írja le részletesen. Elbűvölt gyermekként hallgatta tanítványa szavait. Lárten történetének Desmond szóló része viszont igencsak nyugtalanította. Soha sem számított jó jelnek, amikor az a pokoli bajkeverő érdeklődést mutatott valaki iránt, de nem akarta, hogy aggodalma árnyékot vessen a rendkívüli felfedezésre. Ez igazán jelentős esemény, bizonygatta Szíba. Rengeteg vámpír vágott már neki az útnak, hogy felkutassa a jégbe zárt síkboltot, és mind kudarcot vallott. A felfedezésed bizonyára javadra fog szolgálni a következő tanácskozáson. Ám attól tartok, hogy a végére sokkal többször el kell majd ismételned az egész történetet, mint ahányszor szeretnéd. Lárten felsóhajtott. Talán csak egyszer kell elismételnem, amikor bevallom a hercegeknek, mit műveltem a hajón. Pillanatnyilag csak egy herceg tartózkodik a hegyen. Vágott a szavába szíba. Nem sok időt veszteget azokra, akik letévedtek a helyes útról, de biztos vagyok benne, hogy igazságosan fog ítélkezni feletted. Melyik herceg az? kérdezte Lárten. Nemrég foglalta el a trónt, válaszolta Szíba. Az idősebb hercegek közül néhányan jobb létre szenderültek, amióta elmentél. Ez a herceg az első, akit a helyükre ültettek. Többen követik majd, nem is olyan sokára, ám mindeddig. Periszkájl is meghalt, szakította félbelárten. Egy borzalmas pillanatig megfordult a fejében, hogy talán a hajlott korú herceg, aki száz évvel is idősebb volt szívánál, a távol léte alatt elköltözött a paradicsomba. – Dehogy! – kacagott Szíba. – Skyl nagyúr még mindig jó erőben van. Szerintem az ezredik évét is vígan megéli. A szállásmester felállt, és hangos nyögéssel megdörzsölte a derekát. – Gyere, most bemutatlak nemes lelkű új vezérünknek. – Ki az? – kérdezte Lárten újra. – de Szíba csak megérintette az orrát, és sokat mondóan kacsintott. – Na és, Veszter? – mormolta Lárten, miközben elindultak a hegy tetején kialakított terem felé. – Szeretnék találkozni vele, mielőtt bemutatkozom a hercegnek, hiszen könnyen lehetséges, hogy rosszul alakulnak a dolgok, és rögtön kivégeznek. – Azt erősen kétlem – mondta Szíba. Minden esetre, ha velünk van a vámpírok szerencséje, talán útközben összefutunk az ifjú fleckmesterrel. Lárten nyitva tartotta a szemét, hát ha észreveszi Vesztert, de egész úton a színét sem látta. Csalódott volt, ám egyetlen szóval sem panaszkodott, amint lassan a hercegek terméhez vezető alagúthoz közeledtek. Később kell megkeresni a vesztert, már ha az új hercegi ítélete megengedi. Egy karcsú őr állt a útjukat, amikor már az alagúthoz értek. Ezen a ponton túl senki nem vihetett magával a fegyvert. Az őrök mindenkit ellenőriztek, aki átkívánt haladni, még az idős szállásmestert is. Gyakori volt, hogy megmotozzák a látogatókat, sőt, még a hajukat is átfésülik, rejtett pengéket keresve. Ma este nem számítottam a látogatására. Szólt a vékony őr szívához. Amikor megpillantotta Lártent, és tátva maradt a szája a csodálkozástól. A fiatal vámpirálla is leesett. Hitetlen kedves egy egymás nevét. Lárten? Veszter? Lárten előre ugrott és felkapta nála sokkal könnyebb vámpírt. Boldogan körbeforgatta, Veszter pedig hangosan újjongott. A két ifjú minden tekintetben testvérnek számított, éppen csak nem születtek annak. Lárten a viszontlátás pillanatában döbbent rá, mennyire hiányzott neki a legjobb barátja. – Nézzenek oda! – kiáltotta Lárten, aki időközben elengedte Vesztert, és most csodálattal mérte végig az öltözékét. – a hercegek termének őre lett belőled. Megfelel, amíg nem akad valami jobb az utamba. Tréfát Veszter. Ez a megbízás számított a legnagyobb megtiszteltetésnek a hegy bármelyik őre számára. Csak is a legnagyobb becsben álló és legmegbízhatóbb vámpirok részesülhetnek abban a különleges tisztességben, hogy a trónterem bejáratát őrizhetik. Lárten sohasem gondolta, hogy Wester ilyen magas pozícióba juthat karrierje legelején, de őszintén örült neki. Sőt, büszkeség töltötte el. Saját jövője nem is tűnt már olyan fontosnak, miután láthatta, milyen jól megy barátja sorsa. – Merre jártál? – faggatta Wester. – Mihez kezdtél az elmúlt években? Miért értél vissza? később majd mindent elmagyaráz, felelte szíba higgadtan. Először azonban a hercegek elé kell vezetnem, ha megengeded. Szíba határozottan előrelépett. A következő pillanatban Veszter hegyét hajdani mestere torkának szegezte. Egy lépés se tovább öreg. Nevetett. Ugyanakkor halálosan komoly is volt. Tudta jól, hogy Sziba csupán játszik vele, de ha az öreg vámpír valóban megpróbál motozás nélkül belépni, Wester egyetlen pillanat alatt kettészelte volna a kardjával. Annak ellenére, hogy apjaként szerette a szállásmestert. Remek kiképzésben részesült. Lártent lenyűgözte acélos határozottsága és kezének villámgyors mozgása. Szíba engedelmesen hátralépett és alávetette magát a motozásnak. Három másik őr árgus szemmel figyelte. A hercegek termében volt elhelyezve a vérkő is. Minden vámpír cseppent a véréből egy keveset a kőre, amikor csatlakozik a klánhoz. Ilyen módon a kő felhasználója bármely vámpírt megtalálhatja egyetlen pillanat alatt. Ha a kő valaha is az ellenség kezébe jutna, könnyen arra használhatnák, hogy a segítségével gyakorlatilag az összes élő vámpírt felkutassák, és megöljék. Az itt strázsáló őrök tehát rendkívül komolyan veszik a feladatukat. Miután Szíba és Lárten gond nélkül átment a vizsgálaton, Veszter végigvezette őket a sötét alagúton a hercegek termébe, ahol egy hatalmas, fehér kupola ragyogott melegen, kísértetiesen villódzó fényjel. A kupolát Mr. Tiny ajándékozta a klánnak, a vérkővel együtt. A vámpirok kezdetben gyanakvóan tekintettek az ajándékokra, de most már kultúrájuk szent tárgyaiként tisztelik őket. Wester négyszer egymás után ráütött a kupolához vezető ajtóra egy pálcával, amelyet kifejezetten erre a célra hordott magánál. A rövid csend következett, azután kitárult előttük az ajtó. Wester megmutatta a halál érintésének jelét, és sok szerencsét kívánt Lártennek bejössz velem, hogy meghallgassd a történetemet? kérdezte Lárten. Nem lehet, rázta meg a fejét Veszter. Még öt órán keresztül szolgálatban vagyok, de később szívesen meghallgatom, ha nem bánod, hogy még egyszer el kell mesélned. Ha a herceg megkíméli az életem, annyiszor elmesélem neked az egészet, ahányszor csak akarod. Felelte Lárten borongósan. Vestert megriasztotta barátja válasza, ám mielőtt tovább kérdezősködhetett volna, Széba már is előre tessékelte Lártent a terembe, ahol hamarosan eldől a sorsa. Lárten korábban csupán egyetlen alkalommal járt a hercegek termében, amikor ráfektette a kezét a vérkülre, és megengedte, hogy az magába szívjon egy keveset a véréből, örökre a klához kötve az életét. Egy pillanatig habozott, amikor az ajtó becsukódott mögötte, tekintete a ragyogó falakon időzött. Fény árad belőlük, noha egy vámpír sem tudta, hogyan lehetséges. Azután a terem közepén sorakozó trónokra pillantott, és a vérkőre, amely mögöttük állt egy emelvényen. Most pontosan ugyanolyan áhítat töltötte el, mint amilyet a vallásos emberek szoktak érezni egy templomba, vagy éppen mecsetbe lépve. Akkor észrevette az új herceget, aki esetlenül gubbasztott az egyik trónszéken. széken. Megilletődött ámulata egy csapásra szerte foszlott, és helyébe hitetlenkedő öröm lépett. Van csa! A mocskos, lila bőr ruhákba öltözött vámpír, akinek testét dobó csillagok övezték, hirtelen felegyenesedett, és meglepetten felvonta a szemöldökét. Zöld haját arcából félre söpörve, ádázul felmordult. Vancsa nagyul, ha kérhetném. Aztán cinkosan kacsintott, ráköpött a trónszék karfájára, és hangos szellentés közepette, elvigyorodott. Fogadni mernék, hogy erre még te sem számítottál. Második fejezet Vancsa kis ideig még eltréfálkozott lárt az előléptetéséről. De amikor meghallotta, mi történt a Grönland felé tartó hajón, egész viselkedése egy csapásra megváltozott. Lárten a múltban soha nem látta Vancsa természetének komoly oldalát. Először még furcsálta, miért éppen az ápolatlan, különc tábornokra esett a választás, hogy az elhunyt nemes hercegek örökébe lépjen. Ám miközben Vancsa hűvös nyugalommal megtárgyalta vele a gyilkosságokat, Lárten lassan ráébredt, hogy a különös külsejű vámpír épp olyan bölcsen és megfontoltan képes ítélkezni, mint Peris Kyle vagy bármelyik másik herceg. Helytelenül cselekedtél, mondta Vancsa. veszedelmes helyzetbe kerültél, és nem lett volna szabad megölniük azt a lányt. De hogy minnyájukat lemészárold... Tudom, felelte Lárten halkan, nem is kérek kegyelmet. Ez az egyetlen ok, amiért egyáltalán fontolóra veszem, hogy megadom. Morokta Vancsa. Mindnyájan követünk el hibákat, bár ritkán fordul elő ilyen súlyos védség, mint a tiéd. A becsületes vámpír elismeri a hibáit, és megpróbál tanulni belőlük. A törvényeink szigorúak, szükségképpen, ám adnak bizonyos engedményeket azoknak, akik őszintén megbánják a ballépéseiket. Megvitatta az ügyet szíbával, majd hosszas mérlegelés után végül kijelentette, hogy hajlandó megkegyelmezni lárt ennek. Előbb vagy utóbb mindenképpen vezekelned kell a bűneidért. Tette hozzá Vancsa. A sors valószínűleg olyan helyzetbe sodor majd, ahol mindent kockára kell tenned, és talán sokat is kell szenvedned, hogy segíthess az embereknek. De ha nem így történik, akkor magadnak kell keresned olyan embereket, akik segítségre szorulnak, egy élet megmentése nem ment fel egy másik kioltásának bűne alól. A világegyetem sajnos nem egyenlítődik ki ilyen pontosan, de kezdetnek megfelel. Vancsa szörnyű dübeg urult, amikor hírét vette tenis árulásának. Azon nyomban ki akart küldeni egy csapattábornokot, hogy kutassák fel a hitszegő vámpírt és példát statuáljanak rajta. De Lárten könyörögve kérte, hogy várjanak még a kivégzéssel. Én magam szeretném elrendezni az ügyet ten is jól mondta. Ígéretet tettem, hogy nem ölöm meg a közeljövőben. Azt kérem tehát, tegyék a sorsát az én kezembe. Vancsának láthatóan nem volt ínyére a dolog. De ha másokat is megöl? Azt erősen kétlem, jelentette Kilárten. Ha pedig mégis tovább gyilkol... Felelek a kioltott életekért, és engem büntethetnek meg helyette. Vancsa nem örült a kérésnek, de pontosan tudta, milyen fontosak a személyes ígéretek. Így hát szaváltatta, hogy egyelőre félreteszíteni is jó ügyét, és csak akkor tesz ellene lépéseket, ha Lártán meghal, vagy túlságosan hosszú ideig tétovázik. Azután már csak régi barátokként csevegtek tovább, akik évek óta nem látták egymást. Vancsa beszámolt Lártennek a megválasztásáról, és igyekezett elmagyarázni, hogy milyen érzés hercegnek lenni. Vancsa szájából inkább kellemetlen nyűgnek hangzott, mint megtiszteltetésnek. Lárten akkor Peris Kyle és a barátai után érdeklődött. Vancsa elmeséltette vele, hogyan bukkant rá Pert a Vingrál szentélyére. Végül a csúf vámpirherceg utasította, hogy keressen egy megfelelő szállást, rendezkedjen be és aludja ki magát. Napnyugtakor folytathatod a kiképzésedet. Közölte van csak kegyesen. Ezzel le is zárták a történteket. Lárten újra a klánhoz tartozott, és az élet visszatért a régi kerékvágásba. Mintha egyetlen napra sem távozott volna el. A következő évek homályos lassúsággal teltek. Lárten keményen dolgozott, minden próbát kiállt, és végül kinevezték vámpírtábornoknak. Diadalmas éjszaka volt, amikor Peris Kyle, aki időközben visszatért a vámpírok hegyére legutóbbi kalandja után, megbökte a hüvelykujját, és bemázolta Lárten homlokát hercegi vérével a hosszú, bonyolult ceremónia végső mozzanataként. Szíba és Veszter is megjelent a szertartáson. Csendesen tapsoltak, nem akartak túlságosan lelkes benyomást kelteni. Elvégre komoly és ünnepélyes alkalomról volt szó. Amikor azonban éppen senki sem figyelt rájuk, titokban mindketten a könnyeiket törölgették, és az ünnepség után boldogan ittak Lárten egészségére, amíg a vámpírok hegyének sörös hordói csak nem az utolsó cseppig ki nem ürültek. A tábornokok élete nem sokban különbözik az átlagos vámpírokétól, legalábbis az első néhány évben. Lárten folytatta megszokott feladatait. Továbbra is gyakran vívott Venice Blaine-nel és a többi tanárral, hogy fejlessze a képességeit. Együtt dolgozott pár fiatalabb vámpírral, akiket a klán életére tanítgatott, de természetéből adódóan nem volt mentornak való, és amikor csak tehette, került az efféle feladatokat. Időnként elhagyta a hegyet, hogy a körülötte elterülő erdőkben vadászon. Peris és Vancsa néha napján kikérte a véleményét egy-két kisebb jelentőségű ügyben. Így tették próbára az ítélő képességét. És együtt szavazhatott a többi tábornokkal. Ami nem fordult elő gyakran, hiszen a szavazásra váró ügyek többségét a tanács idejére halasztották. Ami azonban a napok többségét illette, minden a régi, megszokott mederben folyt tovább. De Lárten nem bánta. Tudta jól, hogy előbb vagy utóbb neki is jut valamiféle megbízatás, és hogy borzasztóan hiányozni fog neki a vámpirok hegyének békéje, ha egyszer úgy hozza a sors, hogy el kell hagynia. Magányos kóborlásának évei alatt megtanulta, milyen fontosak a barátok és a biztonság. Nem érzett többé sürgető vágyat, hogy megtapasztalja a kinti világ keserű viszájait. A harc és a cselszövés úgy is megtalálja, ha ezt tartogatja számára a végzete. Ha pedig mégsem, akkor a ritka szerencsések közé sorolhatja magát. A csendes életnek számos értékes előnye akadt. Lárten ugyanakkor komor bizonyossággal vette tudomásul, hogy a sors nem kimondottan eseménytelen jövőt tartogat számára. Így hát igazán nagyra értékelte azokat az unalmas, lassú éveket, amíg a végzet azon munkálkodott, hogy előkészítse a soron következő próbatételeket, Lárten folytatta az edzéseket és a tanulást, tiszta életet élt, és türelmesen várakozott. Újra elérkezett a vámpírok tanácsának ideje, és a Lárten segített előkészíteni a hegyet a résztvevők áradatára. Tábornokként elvárták tőle, hogy bizonyos helyzetekben vezető szerepet vállaljon és egy csapatnyi ifjú vámpír dolgozott az irányítása alatt. A felelősség először megijesztette. Sokkal egyszerűbb az élet, amikor valaki más adja az utasításokat. De végül gyorsan magára talált, és hamarosan már zöggenőmentesen megbírkozott mindenféle feladattal, amelyet Szíba, Venez és a többiek róttak ki rá. Lárten az utóbbi időben még nagyobb tisztelettel adózott Szíbának, aki páratlan odaadással teljesítette szállásmesteri kötelezettségeit. Az idős vámpír minden egyes éber percében talpon volt, és ritkán jutott napi három óránál több alváshoz. Sőt, a nagy összejövetel közelettével még annál is kevesebbet pihenhetett. Tucatnyi helyen számítottak rá egyszerre. Száz kétségbe esett vámpír várt, hogy megnyugtassa őket, és közben mindent ellenőriznie kellett. Hihetetlen zsonglőr mutatvány volt. Szíba művészi hozzáértéssel osztotta le a feladatokat. Számos olyan tennivaló akadt azonban, amelyet csak is személyesen intézhetett el. Lárten erősen kételkedett, hogy valaha is szer tudna tenni annyi tapasztalatra és türelemre, amennyi egy ilyen horderejű munkához szükséges. Nem irigyelte öreg mesterét – és szívből örült, amiért igencsak kevés valószínűsége volt, hogy valaha is felajánlják neki a szállásmesteri tisztséget. Wester már sokkal rátermettebb volt a hasonló feladatokra, és ami lárten felőle akár le is csaphatott rá. Az első vámpírok már hónapokkal a tanács kezdet előtt elkezdtek szállingózni. Sohasem volt előre megszabott időpontja az élve holtak fesztiváljának. Akkor vette kezdetét az ünnepség, amikor már mindenki megérkezett, aki előrejelezte a részvételét. Körülbelül egy hónappal a nagy éjszaka előtt Lárten megpillantotta Mika Ferletet, aki éppen a Perta Vingrál -terem irányába tartott. Mika egy vámpírnő kíséretében érkezett, de Lárten nem fordított különösebb figyelmet a lányra. Gratulálni akart Mikának a vérszipolyokkal folytatott legutóbbi tárgyalásaihoz. Az utóbbi időben több összeütközésre is sor került a két klán között. Mindketten úgy érezték, hogy bizonyos személyek a másik oldalon kihívó módon viselkednek. Lárten egész biztos volt benne, hogy Wester is azon vámpírok közé tartozik, akik bajt akarnak keverni, de ritkán került szóba közöttük a téma. A századok óta fennálló béke összeomlással fenyegetett. Ha a béketörekvések végképp kudarcot vallanak, az eredmény, teljes zűrzavar lesz. Van csak kapta a feladatot, hogy a vérszipolyokkal egyezkedjen, és Mika elkísérte az útra. A fiatal, nagyra törő vámpír Lárten távol létében keményen küzdötte magát előre, és szép hírnevet szerzett. Éret felnőtt lett belőle a feszült tárgyalások során. Javasolt néhány változtatást a fennálló békefeltételekben, és segített megnyugtatni a vérszipolyok igencsak felzaklatott kedélyét. A békét biztosították, és Vancsa mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a siker nagyrészt Mika Ferlet munkájának köszönhető. Wester nem örült a hírnek. Háborúra éhezett. Ám a vámpírok többsége megkönnyebbült, és Mika mostanra igazi hírességnek számított. – Mika! – kiáltotta Lárten. Sietett utolérni a sötét hajú, acélos tekintetű tábornokot. – Gratulálok! Hallottam a vérszipolyokkal folytatott tárgyalásaidról. Vancsa szerint született politikus vagy. Azt hiszem, Márcs nagyúr alaptalonul nekem tulajdonítja a sikert, hogy akik háborút akartak, ellenem forduljanak, ne pedig ellene. Horkant fel Mika. Te viszont megtaláltad Pert a Vingrál szentélyét, méghozzá teljesen egyedül. Irigy vagyok. Szeretnék én is elutazni oda a közeljövőben, már ha az Istenek is úgy akarják. De biztosan nem lesz olyan, mint amikor elsőként lép be az ember. A vámpírok lányából többen is elzarándokoltak már a Jégpalotához, Lárten útmutatását követve. Szigorúan korlátozták a látogatók számát. Nem akarták felkelteni a helyi lakosok figyelmét Grönlandon. De Lárten biztosra vette, hogy Mikának nem kellene sokáig várakoznia, jelenlegi hírnevét figyelembe véve. Velem tartasz a perta tiszteletére elnevezett terembe, és beszámolsz nekem a felfedezésedről, amíg én megfürdöm? kérdezte Mika. Hát persze, vágta rá Larten. Csatlakozott Mikához, és pillantása a velük sétáló vámpírnőre siklott. Akkor hirtelen megtorpant. Szeme meglepetten tágra nyílt. – Elég hosszú időbe telt, hogy észrevegyél? – húzta fel a lány az orrát. – Ismerlek téged! – mondta Lárten, miközben Mika értetlenül bámult rájuk. – Remélem is! – jegyezte meg szárazon a lány. Megérkeztek a barlang bejáratához, és beléptek rajta. A lány levetkőzött, és Mika is követte a példáját. A vámpírok nem törődnek a mesztelenséggel. Nem sok nőszemély akad a klámban, de akiket a mogorva tábornokok hajlandók befogadni, ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint férfi társaik. Együtt harcolnak, esznek, sőt, együtt is fürdenek. Így élik az életüket, és Lárten általában nem vesztegetett volna a még egy pillantást, sem mesztelenül, sem tetőtől talpig felöltözve de valahonnan ismerte. Nem jutott eszébe, hol futhattak össze, de biztos volt benne, hogy korábban már találkoztak. Ráadásul történt is valami a találkozásuk idején. Valami egészen rendkívüli. Lárten megállt a medence szélén, állik felöltözve, és tátott szájjal bámulta a vámpírnőt, miközben a hegyi forrás jéghideg zuhatagában mosakodott. Igyekezett felidézni a nevét, megpróbált visszaemlékezni, hol találkozhattak utoljára. Nem emlékszel rám? Nevetett a lány, amint kilépett a természetes zuhany alól. Mika gyanakvó hunyorgással fülkézte Lártent, akiben felötlött a gyanú, miszerint az ünnepelt tábornok nagyon is kedveli a társát, és egyáltalán nincs ínyére, ahogyan Lártent mustrálgatja. Párizsban találkoztunk találgatott Lárten, bár maga is tudta, hogy az lehetetlen. Ismerettségük jóval korábban kezdődhetett. – Hadd vezesselek nyomra! – ajánlotta fel a vámpírnő, kicsavarva a vizet hosszú, sötét hajából. Egyszer költöttél rólam egy dalt, amikor részeg voltál. Azt állítottad, hogy a szájam tűz, és a nyílvessződdel telibe akarsz találni, akár a vadat. Valóban?-mengdörögte Mika Lárten nem vett tudomást a felbőszült tábornokról. Most már felismerte a lányt. Abban a pillanatban tudnia kellett volna, kivel áll szemben, amikor megpillantotta. Te érdek dolog történt azonban, amióta Lárten először találkozott a vadakúrnőjével és éles nyelvű segédjével. Arra még a lélegzete is elakadt a döbbenettől. Sőt, a vízbe is belépett, olyan váratlanul érte a meglepetés. – Arra szélsz? – Az Istenek nevében könyörgöm. Áruld el! Mi az ördögöt kereselte itt? – Éppen mosakszom! – vágta rá a lány. – Egész véletlenül nincs kedved megdörzsölni a hátam egy törölközővel? – amikor Lárten elvörösödött szégyenében, arra épp olyan derűsen kacagott rajta, mint egykor az úrnője Evanna tette. Hosszú évekkel korábban. Harmadik fejezet A tanács előtti utolsó hónap meglehetősen zűrzavaros időszak volt Lárten számára. A feladataira kellett volna összpontosítania, kis csapatával azon szorgoskodnia, hogy mindent előkészítsenek az élve holtak fesztiváljára. Ám gondolatai állandóan arra szélsz, vagyis Evanna egykori szolgálója körül forogtak. Arra ideje legnagyobb részét Mika mellett töltötte. Nem a fiatal tábornok vérezte meg, de pár éve segédjéül fogadta, amikor a lány eredeti mestere úgy határozott, hogy arra túlságosan élénk és nyughatatlan számára. Lárten nagy nehezen tudta csak egymagában elkapni a lányt. De amikor Mika éppen hátat fordított, néha napján sikerült kiharcolnia egy-egy késő éjszakai beszélgetést. Így megtudott valamicskét a lány életéről, amióta a boszorkánynak búcsút mondott. Lárten izgalmas történetei a klánról meggyőzték arrát, hogy a vámpír életet neki találták ki. Elindult hát keresni magának egy alkalmas mestert, és végül sikerült is találnia. Az öreg vámpír fölött jócskán eljárt már az idő, de rengeteg küzdelemben volt része élete során, és arra sokat tanulhatott tőle. Élvezte a tanulás éveit, de a mesterével gyakran civakodtak. Az öreg olyan segédet remélt, aki időskorában támogatja és a gondját viseli. Az átkozott bolondnak csupán azért volt szüksége segédre, hogy a lábát masszírozza nem pedig, hogy a csatában támasza legyen. Horkant fel a lány megvetően. Arra nem az a csendes, gondoskodó segéd volt, akire a kivéhet vámpír vágyott. A lány keményen hajtotta, próbálta felizzítani a tüzet az öreg ereiben, és egyre gyakrabban sürgette, hogy többet harcoljon, mert csatlakozni akart hozzá a küzdelemben, hogy tanulhasson. A vámpír végül mélységesen megkönnyebbült, amikor Mika megszabadította arrától. Még a tanácsba sem akart eljönni. Rettegett, hogy Mika újra anyakába nyakába sózná a bosszantó teremtést. Hamar nyilvánvaló lett Lárten számára, hogy a lányban szemerni sincs a kétségekből, amelyek őt gyötörték a vadonban töltött évek alatt. Arra imádta a vámpír életet. Rögtön a magáévá is tette minden reguláját. Szilárd elhatározása volt, hogy minél gyorsabban előre haladjon a ranglétrán. Már is több próbát tudhatott a háta mögött, mint Lárten az őkorában, és azt remélte, hogy öt vagy hat éven belül tábornok lehet. Egyike azon kevés nőknek, akik valaha is elérték ezt a rangot. Lárten megpróbált kisebb ajándékokkal kedveskedni neki, hogy megpuhítsa a szívét de a lány visszautasította. Nem tartott igényt semmiféle szívességre vagy különleges bánásmódra. Tanulni és edzeni jött a vámpirok hegyére, nem pedig azért, hogy narancssárga hajú szép tevők a hiúságát. Lártennek nem maradt más választása. A munkájára összpontosított, de nem volt könnyű. Most először fordult elő, amióta Alicia kitaszította az életéből, hogy érdeklődést tanúsított egy nő iránt. Annak idején, sok évvel ezelőtt szikrázott köztük a levegő, legalábbis Lárten úgy gondolta. És most szívesen felszította volna a lángokat. Ám még sohasem próbált vámpírnőnek udvarolni, és arra bizony kemény diónak bizonyult. Lárten már alig tudta kivárni, hogy végre valahára kezdetét vegye az élve Holtak fesztiválja. Ha ajándékokkal nem is sikerült elkápráztatnia arrát, abban reménykedett, hogy képességeinek és erejének fitoktatásával elérheti a célját. Igen, csak sokat fejlődött a vámpirok hegyén vívott első, nyomorúságos viadala óta, és meg volt győződve, hogy kellőképpen lenyűgöző bemutatót nyújthat. Talán mégiscsak elnyerheti arra kegyeit, ha sikerül összezúzni a néhány koponyát és csontot, Amint a fesztivál a maga szokásos, zűrzavaros módján megkezdődött, Lárten rögvest arra és mik keresésére indult. Beletelt egy kis időbe, mire bármelyiküknek is sikerült nyomára bukkannia, és amikor végül rátalált a tábornokra, éppen pihent egy különösen hajmeresztő párbaj után, arrát sehol sem látta. Lárten csalódott volt ugyan, de nem akarta elszalasztani a lehetőséget, hogy Mikát alaposan rendre tanítsa. Állj fel! Kiáltotta a széken terpeszkedő tábornokhoz lépve. Pár bajra hívlak. Nevezd meg az általad választott fegyvert. Mika tekintetét Lárdenre szegezte, majd halvány mosolyjal megrázta a fejét. Nem utasíthatsz vissza, morogta Lárten. Senki sem fordíthat hátat egy kihívásnak a fesztivál idején. Úgy van felelte Mika Ha ragaszkodsz hozzá, megküzdök veled, de inkább nem szeretnék Attól félsz, hogy szégyenbe hozlak arra előtt Gunyolódott Lárten. Mika nem harapott rá a csalira, habár a nyaka hirtelen mélyvörös szín töltött. Tisztellek téged, Lárten válaszolta higgadtan. A múltban rossz útra tévedtél, de nagyra becsülöm, ahogyan visszaküzdötted magad. Bármely más időpontban boldogan kiállnék ellened. Izgalmas párbaj lenne. Akkor küzdj meg velem! Erősködött Lárten, de Mika megint a fejét rázta. Most csak arrát akarod lenyűgözni, mondta. Meg akarsz alázni, hogy elnyerd az elismerését, nem igaz? Kérlek, gondolkoz, mielőtt választ adnál. Lárten már éppen visszavágott volna, hogy tagadja a vádat, de Mika kérésére hallgatott és megvizsgált az űrzavaros érzelmeit. Végül a vonakodva bólintott. Azt remélem, hogy a vadóc, Szélsz kisasszony egy napon az asszonyom lesz. Folytatta Mika. Egyértelmű, hogy te is a kezére pályázol, de figyelmezz a szavaimra. Mindketten elveszítjük, ha marakodni kezdünk rajta, mint a kutyák, egy darab csonton. Arra nem szíveli a hiú piperkőcöket. Mika felállt és kezet nyújtott. Lárten vigyorogva elfogadta a béke jobbot. Egy éjjel megvívunk, ígérte Mika. Barátokként. Úgy lesz. Helyesett Lárten. Azután elindult megkeresni Arrát és közben fennhangon nevetett saját bolondságán. Ő szintén örült, hogy legalább egyiküknek sikerült megőriznie a hideg vérét. Lárten ugyan tábornok volt, de rá kellett döbbennie a higgadtabb Mikával történt összezördülés után, hogy bizony, még rengeteg tanulnivalója akad. Lárten végül a rudakon, egy sor, egymáshoz kötözött fakarón bukkant rá a lányra. A harcosoknak az volt a feladatuk, hogy lelökjék az ellenfelüket egy lekerített végű, hosszú bot segítségével. Arra sikeresen legyőzött egy maroknyi tábornokot, és a jelekből ítélve legutóbbi kihívója sem húzhatta már sokáig. A lány szinte kísérteties egyensúlyérzékkel rendelkezett. Fürgén ugrált egyik rudról a másikra, veszedelmes pálcáját mindvégig lazán maga mellett tartotta össze-vissza szerencsétlen ellenfele körül, hogy összezavarja és kifárassza. Végül hideg számítással kisöpörte alól a lábát, és hatalmas puffanással a padlóra döntötte. – Ki a következő? – kiáltotta arra izgatottan, lángoló tekintettel. Elkapta Lártem pillantását, és kihívóan felvonta a szemöldökét. – Miért is ne? – mormolta Lárten, azzal fellépett a rudakra. Szüksége volt néhány másodpercre, hogy megvesse a lábát. Azután egy másik vámpír a kezébe nyomott egy jókora botot. Megforgatta a feje fölött, és összehúzta a szemét. Arra egyik rudról a másikra táncolt, de Lárten ügyet sem vetett a mutatványra. Lassan közeledett, pálcáját mélyen előreszegezve, és visszakozásra kényszerítette a lányt. Arra nem tudhatta, de Lárten is a remek egyensúlyérzékkel dicsekedhetett, és ritkán vesztett csatát a rudakon a korábbi évek tanácskozásai idején. Arra született harcos volt, de Lárten bízott benne, hogy sikerül legyőznie. Mielőtt azonban próbára tehették volna egymás erejét, egy tagba szakadt vámpír egyenesen feléjük röpült az egyik közeli ringből. Nemrég még egy kötélen hintázott, amely azonban a tetejénél elpattant. Eget rengető üvöltéssel szelte át a levegőt a riadt, ám kacagó tábornokok feje fölött. Majd a rudakon landolt, többet is ripityára törve közülük, és leszakította az egész rendszert a földre. Lárten és Arra vele együtt zuhant. Amikor lassan felkászálódtak, a póruljárt vámpír kihúzta a szálkákat az arcából, hangosan szitkozódott, majd visszarohant a ringbe, hogy megragadjon egy újabb kötelet. A tábornok és a segéd egymásra meredtek, azután nevetésben törtek ki. – Szerencsésen megmenekültél? – incselkedett arra. – Még pár másodperc, és biztosan leterítelek. – vágott vissza Lárten. – Az izgalmas lett volna Mormolta arra. Lárten rámosolygott, közelebb húzódott és félredobta a botját. Amint előre hajolt, hogy megcsókolja, arra felemelte a saját botját, és a lekerekített végével visszalökte a tábornokot. Lárten felnevetett, biztosra vette, hogy a lány csupán játszik vele, de arra még keményebben eltaszította, amikor újra próbálkozott. Nem! dörrend rá a lány. De hát azt hittem. Lárten érezte, hogy elvörösedik az arca. Miket szereted? Ne butáskodj. Torkolta le arra. Az összes vámpír közül te vagy az egyetlen, aki elcsábíthatna, ha úgy tartaná a kedvem. De nem hagyom, hogy most bármi elterelje a figyelmem a célról. Úgy értem, hogy tábornokká válhassak. Nem engedhetem, hogy az utamba álljanak. Nincs időm romantikus játékokra. Amíg csupán egyszerű segéd vagyok, távol kell tartanom magam a hozzád hasonló szélhámosoktól. Annak tartasz? kérdezte Lárten. Igen, felelte a lány. De nagy szerencsét, hogy kedvelem a szélhámosokat. Arra felemelte a botját, és a végével megütötte Lárten fejét. Egy éjjel majd örömmel fogadom a közeledésed, de most még nem. Türelmesnek kell lenned egy kicsit, ha el akarod nyerni a szívem. Akkor hát várok, válaszolta Lárten könnyedén. Egy szempillantás alatt megragadta a bot végét, erősen meglökte, és ledöntötte arrát a lábáról. Ez aljas húzás volt, dühöngött a vámpír segéd. Tudom! Nevetett Lárten: Legközelebb számíts rá! Gondoskodnom kell róla, hogy újra felállítsák a rudakat. Később még kiállok ellened. Azon az éjszakán azonban már nem vívtak meg, sőt, a tanácskozás egész ideje alatt sem, mivel mindkettőjüket lefoglalták a sorozatos kihívások, és folyton elkerülték egymást. A jövőben még bőven akadt volna lehetőségük a harcra. Ám Lárten végül sohasem küzdött meg a lányjal a rudakon. Nem mintha félt volna, hogy vereséget szenved egy nőtől. Nem lett volna semmi szégyelni való abban, ha csatát veszt egy olyan kiváló harcossal szemben, mint arra. Csak éppen folyton útjukat állták az események. A kihívás végül a tréfa állandó forrásává vált közöttük. Arra szerint a sors ellenük dolgozott. A végzet rendelte, hogy soha ne párbajozzanak. Évtizedekkel később, amikor Arrát élete virágában megölték, Lárten sok éjszakán kívánta, bár csak több erőfeszítést tett volna, hogy legalább egyszer megküzdjön a lányjal, szeretett rúdjain. Bánta már az összes elszalasztott lehetőséget, hogy folyton kerülte a párbajt folytatva a tréfát. Csupán akkor értette meg, milyen kevés lehetőséget adott, amikor már mind a múltba veszett, akár csak arra, örökre. Negyedik fejezet Arra néhány évig még a vámpírok hegyén időzött Mikával, majd vele is utazott tovább, amikor a tábornoknak új megbizatás miatt távoznia kellett. Lárten többször is igyekezett megkörnyékezni a lányt, számos különböző ravasz módon, de arra mindannyiszor visszautasította. A tábornok szinte örült, amikor végre elment. Legalább nem csinálhat többé bolondot magából, ha a lány már nincs ott, hogy folyton róla ábrándozzon. Nem sokkal azután, hogy Mika és segítje elhagyta a hegyet, van csamarcs, igen zaklatott lelki állapotban, meginvitálta Lártent a hercegek termébe. A trónterem ismét az ápolatlan herceg őrizetére maradt, de Periszt is hamarosan visszavárták rövid útjáról, így hát már nem kellett sokáig szenvednie. Vancsa a trónján terpeszkedett, a lábkörmét piszkálgatva, de korán sem tűnt olyan gondtalannak, mint általában. – Emlékszel még nyil barátunkra? – kérdezte. – Hát persze Lártent annak idején lenyűgözte az izmos kopasz vámpír, akinek nyilakat mintázó tetoválások borították a fejbőrét. Tisztelte a bátorságát, amiért képes volt hátat fordítani a klánnak, hogy békében élhessen ember feleségével. Ma éjjel beszéltem Petit Gulderral, folytatta Vancsa. Most ért vissza egy küldetésről. Utazásai során nyillal is találkozott. A Vancsa megvakargatta a tarkóját. Nil felesége, Szára, meghalt. Egy vérszipoly végzett vele. Mikor? kérdezte Lárten. Visszaemlékezett a csendes, kedves asszonyra, aki szívélyesen fogadta őket a házában, és finom vacsorát szolgált fel nekik. Fogalmam sincs, de Nyíl rosszul viseli a csapást. Azóta felkutat minden vérszipolyt, aki csak az útjába kerül. Kihívja őket párbajra, és mindet megöli. Patrick elmondása szerint úgy fest, mintha az egész klánt ki akarná írtani. Wester örülni fog, ha sikerül neki, jegyezte meg Larten szárazon. Nyíl nem követett el semmi rosszat, mondta Vancsa. Szabadon kihívhat annyi vérszipolyt, amennyit csak óhajt, Becsületesen küzd, és gyorsan végez velük. De maga ettől függetlenül meg akarja fékezni találgatott Lárten. A vancsa mélyet sóhajtott. Kész öngyilkosság, amit művel. Nyíl elsőrangú harcos, de senki sem kerülhet egyik párbajból a másikba, anélkül, hogy egyszer pórul ne járna. Nem húzhatja sokáig. Patrick szerint már legalább öt vagy hat vérszipóit megölt, így már is kimerítette a szerencséjét. Talán már halott is lesz, mire megtalálom, de szeretnék beszélni vele, hogy meggyőzzem, ha még nem túl késő. Sok szolgálatot tehetne a klánnak. Azt gondolja, hogy talán hajlandó visszatérni közénk? Kételkedett Lárten. Miért is ne? Vonta meg a vállát Vancsa. Te is visszatértél. Lárten most már megértette, miért hívatták. Azt akarja, hogy magával tartsak. Úgy véli, segítségére lehetek, mert magam is keresztül mentem valami ilyesmin. Körülbelül erről van szó. Bolintott Vancsa. Tábornokként még nem sok megbizatásban volt részed. Éppen ideje bebizonyítanod, hogy valóban méltó vagy a kinevezésedre. Mikor indulunk? Kérdezte Lárten egyszerűen: Amint Peris visszatér, ami valamikor a következő két éjszakán belül várható. Most rögtön megyek, és felkészülök az útra. Lárten, szólt utána Vancsa, előre hajolt, behatóan fürkészte az arcát. Sohasem beszélsz róla, de te is szerettél egy halandó embert, egy asszonyt, nem igaz? De igen. Válaszolta Lárten. Alisziára gondolt, és újra érezte, ahogyan görcsbe rándul a gyomra, mint mindig, amikor felidézte a nő arcának fájdalmas kifejezését, azon az utolsó napon, a pajta előtt. Ha meggyilkolják, vajon téged is őrületbe kergetett volna a bánat, annak tudatában, hogy csak egyszerű ember, és mindenképpen jóval előttet halt volna meg? Lárten kurtán bólintott. Meg tudott volna győzni egy hozzám hasonló, síralmas alak, hogy hagyd fel bosszú hadjáratoddal? Kérdezte Vancsa. Fogalmam sincs, vallotta Belárten őszintén. Még ha tudnám is a választ, én nem vagyok nyíl. A veszteség mindenkire másként hat. Maga szerint nehezen bírunk majd szót érteni vele? Bár tudnám, sóhajtott a vancsa. Egész életemben csak a klánt szerettem igazán. Nehezen képzelem magam a helyzetébe. Ezt inkább áldásnak kellene tartania, nagy uram. Felelte Arten halkan, azután elindult, hogy értesítse Szíbát és Vesztert a közelgő távozásáról. Szíba boldogan fogadta a hírt, miszerint Lárten végre lehetőséget kapott, hogy a vámpírok hegye falain kívül is próbára tegye rá termetségét. De Wester igencsak lelombozódott. Lárten megpróbálta néhány korsó sörrel kicsit jobb kedvre deríteni Kledon Lörd termében, de a fiatal őr továbbra is csak az órát lógatta. Végül bevallotta, mi bántja a lelkét. Ki kell szabadulnom innen? Hosszú ideje kuksolok a hegyen, és már egészen bezárva érzem magam. Semmi kétségem, hogy ezt az életet akarom választani. Teljes szívemből elköteleztem magam a klám mellett. De szükségem van egy kis szabadságra, mint amikor te is elmentél egy időre. Ez teljesen természetes, mondta Lárten. Arra gondoltam, vajon Vancsának ellenére lenne, ha én is veletek tartanék? – Könnyen lehetséges – válaszolta Lárten. – Rendkívül érzékeny ügyről van szó. – Én is tudom – csattant Felveszter. – Nem szórakozása is izgalomra számítok. – Az őrök remek szolgálatot teljesítenek itt, a Vámpírok hegyén – folytatta Lárten. – A terepen viszont gyakran csak a gond van velük talán hátráltatnál minket. Veszter nyomban elkeseredett arcot vágott. Igazad van, mormolta. Felejtsd el, én. Észékeny bolond, vágott a szavába Lárten. Vidáman felnevetett, Veszter döbbent képét látva. Hát persze, hogy velünk jöhetsz. Először van csa beleegyezését kell kérned de biztosra veszem, hogy épp olyan boldogan fogadja majd a jelentkezésed, mint én. A régi Krebsli és Fleck csapat újra együtt. Nem valhatunk kudarcot. Tényleg azt akarod, hogy én is menjek? Hitetlenkedett Veszter. Ne várj bókokat tőlem! Morogta Lárten, azután elzavarta Vesztert a hercegek termébe, hogy engedélyt kérjen vancsától az utazásra. Szíba türelmesen várta, amikor Lárten visszatért a kis cellába, amelyen Westerrel közösen osztoztak. A szállásmester Lárten koporsójának tetején üldögélt. Végre hozzászokott a vámpirok hagyományos fekhelyéhez, és már nem is emlékezett, mit kifogásolt rajta eredetileg. Szíba arca felragyogott, amint megpillantotta egykori tanítványát, és így szólt. Wester, elment engedélyt kérni vancsától? Hogy csatlakozhasson a küldetésetekhez? A maga figyelmét aztán semmi sem kerüli el, kacagott Lárten. Talán már nem vagyok a mesteretek, válaszolt a De mindkettőtökön rajta tartom ám a szemem. Láttam Veszteren, hogy már nagyon mehetnékje van. Jót fog tenni neki ha megint kiteszi egy kicsit a lábát a nagy világba. Legalább rövid időre elszakad a vércipolyok ellen gyűlölködő szövetségeseitől. Önt is aggasztja a dolog? Kérdezte lártenne és letelepedett öreg mentora mellé a koporsóra. Veszter veszedelmes úton halad, mondta Szíba baljós hangon de mindnyájunknak el kell követnünk a saját hibáinkat az életben. Csak azt remélem, hogy Veszter hibái nem kerülnek majd túlságosan sokba, és hogy tanul belőlük, ahogyan te is tanultál a magad ballépéseiből. Lárden arcára mosolyt csaltak a kedves szavak, majd csendesen így felelt. Téved! Ugyan miben? Szíba értetlenül ráncolta a homlokát. Hogy már nem a mesterünk. Mindig a mesteremként fogok tekinteni magára. És apámként. Szíba meglepetten merett a fiatalabb vámpírra. Azután félrefordította a fejét és köhintett. Lárten látni vélte, ahogyan az idős szállásmester letöröl néhány könycseppet az arcáról de nem szólt semmit. Átkozott porfészek, morogta szíba. Megfordult a fejében, hogy elmondja, ő is mindig a fiának tartotta Lártent, ám végül arra a következtetésre jutott, hogy semmi szükség a túlzott érzelgőségre, mert a végén még mindketten bömbölni kezdenek, akár csak két csecsemő. Inkább hangosan szippantott egyet, és benyúlt a koporsó háta mögé. Már oda akartam adni, amikor kineveztek tábornoknak. Évek óta tartogatom őket. Molyok rágták meg az eredeti darabokat, és szétfoszlottak a kezemben, amint a dobozból kikerültek. Később mindent pótoltam, és csupán az alkalmas pillanatra vártam, hogy végre átnyújthassam neked az egészet. Ez a mostani éppen megfelelőnek tűnik. Lárten bizonytalanul mosolygott, miközben átvette a becsomagolt holmit szíba kezéből. Öreg barátja korábban sohasem adott neki semmiféle ajándékot, és most sejtelmesen volt, vajon mi rejtőzhet a papír alatt. Leszakította hát, és hirtelen mozdulatlan merevedett, amikor megpillantotta, mit tart a kezében. Talán nem is tetszik, mondta Szíba. Ne érezd úgy, hogy viselned kell, ha a kedvemben akarsz járni. Csak azt gondoltam, hogy esetleg megfelel az ízlésednek. Köszönöm. Sutogta Lárten, és most a rajta volt a sor, hogy megküzdjön feltörő könnyeivel. Próbáld fel, nógatta Szíba. Ha igazítani kell az egyes darabokon, szólj nyugodtan. Egészen kiváló szabó mesterré képeztem magam az évszázadok során. Amikor Szíba távozott, Lárten gyorsan levetkőzött. Félredobta a sötét nadrágját, a szürke pulóvert és a piszkos alsó inget, amelyet már jó néhány éve hordott. Azután óvatosan felhúzott egy vadonatúj, lángvörös nadrágot, egy gondosan kikeményített, bíborszín inget, és végül egy vérvörös köpenyt is a vállára borított. A cellájában nem volt tükör, de Lárten pontosan el tudta képzelni, hogyan festhet. Megpördült, mire a köpeny meglibbent körülötte a levegőben. Megfogta az egyik sarkát, az arcához levő forradáshoz szorította, majd elengedte a kezéből. Nem igazán tudta, miért is csinálta. Valamiképpen illendőnek érezte. Ám egy dologban egészen bizonyos volt. Az öltözék egyértelműen jelezte, hogy végre felnőtté vált és elhatározta, hogy élete végéig viselni fogja ezeket a ruhadarabokat, vagy legalábbis nagyon hasonlókat, ha netán pótolni kényszerül őket. Csak is a halál választhatja el a hőn szeretett vörös öltözéktől.